Hello, sziasztok srácok! Hát igen, jól látjátok, egy újabb MC Isti reakciós videó fog következni, de előtte szeretnék azért egy-két dolgot tisztába rakni, hogy miről is van szó. Na hát, ugyebár ugye az MC Isti videót én azért kezdtem el, mert ugye Azariát bántotta, ugye nekem egyik kedvenc énekesem, a magyarok közül meg kedvenc, ugye Ellen Juniorral együtt, de az a helyzet, hogy ugye én ezért csináltam ezt a reakció videót, ez nagyon nagyot ment, ez nagyon tetszett nektek, nézőknek, sokan kommenteltetek nagyon jót, meg hogy szeretnétek még ilyen videókat. Én megmondom a frankót, hogy én nem bántanám feleslegesen MC Istit semmiképp ilyen reakció videókkal, de ha MC Istiben legalább ennyi alázatosság lenne, én már nem készítenék ilyen reakció videókat róla, hiszen most ha az ember olyan, amilyen, de igazából alázatos, ő 40 évesen még mindig ugye az anyjával él, most jelen esetben ugye országról országra csöveskedik, meg ki tudja, hogy még mit csinál, mert ugye most itt vannak fejlemények, hiszen Isti folyamatosan felülmúlja önmagát, ezért havonta azért ránézek, hogy mi a helyzet van vele, és mindig meg tud lepni. Tehát most úgy voltam vele, hogy azért most egy reakció videó belefér, hiszen vannak ugye olyan feliratkozóim is, akik azért iratkoztak fel, mert látták az MC Isti is videót, és tetszett nekik, és várnak még ilyen videókat. De még egyszer jelzem, hogyha az Isti nem lenne egy beképzelt, egy álomvilágba élő mellé, hatalmas nagy mellénnyel, nem lenne ekkora gyökér, már bocsánat, akkor nem csinálnék róla a videókat. Tehát ha ő tényleg egy alázatos srác lenne, és úgy csinálná ezeket a mit tudom én kiregetéseket, vagy mit tudom én, ő kalandozik, vagy fogalmam sincs már, hogy miben van. Szóval igazából ha lenne benne egy 10% alázat, biztosan nem csinálnék róla ilyen reakció videókat, vagy nem lenne ennyire, hogy is mondjam, idegesítő, vagy tenyérbe mászó, vagy ütnivaló, de nem is akarom így nagyon bántani, mert néha úgy kis aranyos meglátott benne a 12 éves szintet, ugye az arcán. Még is úgy voltam is vele, még annyit akarok azért még ehhez hozzáfűzni, aztán belecsapunk a lecsóba, hogy igazából egyszer-egyszer úgy vagyok vele, hogy egy ilyen reakció videót megér az egész történet, hiszen ti is szeretitek ezt, és vannak emberek, tehát én nem tudom, a Norbes Csú, meg a Szeli Medkár, és az Isti amúgy ők barátok, vagy mi van velük, mert ugye 3 darab, vagy 4 darab TikTok fiók is fut MC Istivel, és minden nap, tehát én valakit nagyon utálok kőkeményen, azért minden nap nem szedek le róla a videót, nem figyelem minden live-át, de ők kőkeményen futtatják az Istit, például itt van Norbes Csúnak az egyik fiókja, ez a miskolci elmebeteg, és nagyon jó, hogy ez azért csinálják már az új dolgokat, mert ugye Istike ismét befejezte az egészet, Istike ismét már nem tudom 656-odjára fejezte be a videózást, és kezdte újra, mert nem kapott pénzt, de mégis nyomja, tehát ugye szava hihetetlenség 5-ös, de csapjunk is bele. Na itt is vagyunk, hát igen, látszik is, hogy hatalmas nagy megtekintések vannak Istinél, ugyebár én nekem is tényleg minden MC Isti videóm nagyon nagyot megy, ez úgy vagyok vele, hogy nektek is jó, nekem is jó, igazából Istinek meg teljesen mindegy. Tehát itt van a miskolci elmebeteg, ami nagyon jó, hogy tényleg így a Stú figyeli, meg csinálja, meg föltölti, mert amúgy Isti azt csinálja, hogy ugye csinál egy live-ot, vagy egy pár videót, és fogja, és eltünteti, ezért nincs róla semmilyen anyag, de hát ugye ezek a srácok, ugye, hogy itt van, ugye a srácok, hogy itt van a miskolci elmebeteg, itt is új videók vannak mostani Istiről, van még a Norbert Stú nevű fiók is, ott oda is a Norbert Stú folyamatosan tölti fel a videókat, bár nem tudom miért hívja magát legendának, nem mindegy, igazából ő is itt folyamatosan a saját oldalán is tölti az MC Isti tömkelege videókat, tehát azért mondhatni, hogy azért a Norbert Stú az elég szépen él Istiből, tehát ez a 33.400 követő nem azért van, mert őt annyira csípik, vagy ilyesmi, tehát igazából itt az MC Isti lejáratása a cél, és a miskolci elmebeteget is nyomja, ugye, kőkeményen, itt is kőkeményen, hát 23.000 követővel, itt is MC Isti tömkeleg, és a Szeli Medkár is ugye már a TikTokon van, azért ő is folyamatosan, fiókok, várjatok, mutatom is, ő is ugye 9.508 követővel van,
és ő is kőkeményen nyomja az MC Isti videókat. Tehát igazából én nem szeretnék ebbe a csoportba tartozni semmilyen módon. Én azért, mert ti kértétek, igazándiból én is el vagyok, mert kiakaszt Isti, tehát vannak most olyan videói megint, ami ki tud akasztani, ezért ezeket meg is nézzük, és le is véleményezem, bele is ugrunk, hogy mégis hogy van, mint van vele a történés. Na vágjunk bele, srácok, nézzük is meg az első videót, hogy Miskolci elmebeteg, ezek a mostani videói voltak neki. És nézzétek, mekkora flashbe van, mekkora mellénye van, tényleg egy kis alázatot mutatna, már nem lenne ennyi gyűlölet felé, meg nem csinálnának ennyi videót róla. Az, hogy a Szelim meg a Norbival mi a helyzet, azt ők tudják, ha ez nekik jó, hát igazából utálják egymást, de mégis minden nap. Ezt nem tudom viszont megérteni, de mindegy, ugorjunk is bele az elsőbe. A testépítésről annyit, hogy azért nem tudok testet építeni, mert én mikor kijöttem, ki voltam gyúrva. De ugye... Isti, te soha büdös életben nem voltál kigyúrva, egyem a szívedet, bazd meg. Emlékszek rá, hogy csináltál régen ilyen videót, 15 fekvőtől véged volt, papa. 15 fekvőtől vége van az embernek, soha nem nézett ki sehogy. Hát most figyelj, annyizom, bármikor előmutatok annyit, amennyi neked van, Bari, ne haragudjál, ne viccelj, én tényleg edzettem réged, de te tesó, hát ez egyszer őrje, soha nem voltál kigyúrva, tény is való, hogy fogytál rengeteget, azt a kevés fekvőtámaszból megszerzett izmot is elvesztetted, de te mindig is zsíros voltál, papi. Te soha a kigyúrt szó, én nem tudom kinél ez mit jelent, de nem félsz bele a kigyúrt szóba, semmiképp, Isti, ne haragudjál már meg. Őszintén. Életem, rengeteg dolog ért engem, ugye, stb. És most már nem vagyok kigyúrva, tehát... Nem is voltál. Na. Na, meglátjuk, hogyha hazamegyek Miskolcra, akkor mi lesz, öcsém, mert betöröm a fejeteket, ahányan vagytok. Miskolcon. Meg a rendőrség is ott van Miskolcon, azt majd meglátjuk, mi lesz. De érted? És akkor amúgy gyerekek, ezt engedjétek már, ha jampisztok, kemények vagytok, akkor a rendőrséget engedje el. Tehát ember, jampizol, te betöröd a fejeket, aztán meg a rendőrségre mész, mint egy... Nem akarom, hogy letítsák a videót, de ez nonsens. Tehát, ha valaki jampizik, és nagy a szája, és meg van verve, akkor utána nem menjen a rendőrségre. Tehát én is kaptam már, adtam is, de soha senkit nem jelentettem föl. Nekem nincs meg az a, hogy is mondjam, már most, ha nekem nagy a szám, és beverik a számat, utána lenne becsületem, képem, egyszerűen férfiatlan dolog. Tehát ha valaki jampizik, megverekszi, megkapja a magáét esetleg, vagy ő adja oda, akkor az egyik fél se menjen el a rendőrségre, hogy nagy volt a szám, összeverekedtem vele, megvert, aztán én meg fel akarom jelenteni. Tehát ez, ne haragudjál, nem tudom, ez csicskaság, Pisti, csicska vagy, ne haragudj. Miskolc, kit fenyegetsz te? Hát itt csinálom az élő adást, azt itt fenyeget. Ki ez a buzi? Amúgy meg kimegy Miskolcra? Senki nem megy Miskolcra. Nem fog soha többet visszajönni. Milyen köcsög. Na meg... Soha többet nem jön vissza az emberünk. Srác, itt vagyok egy ilyen részen. Látjátok, rövid... Figyelj, tesó, ez a 8-ba is megtalálható egy ilyen rész, esküszöm. Katyába vagyok, kint vagyok, Olaszba. És... Dig-dig! De szeretem! 10 év videós pályafutása alatt még mindig nem tud beállítani egy kamerát. Tehát az ember már 5-6 éve jelen van online kajakra, vagy 10 éve, én már nem tudom, mert még fiatalról is van róla 10 év videó, tehát full fiatal volt, a gyerek vékony volt, még emlékszek rá, nem is akarom bántani ez miatt, de még kancsal is volt, tehát mert tényleg én nem akarom bántani, mert tudom azt, hogy valamilyen szinten ő nagyon speciális. Tehát tudja, hogy speckos suliba járt. Ez tuti. Én nem akarom bántani, csak az a baj, hogyha valaki nem olyan. Akkor miért van ekkora mellény? Tehát ismerek ilyen embert, hogy tényleg speckós szöveget értelmezni, írni normálisan, olvasni normálisan nem tud, de akkora mellénnyel van, hogy egyszerűen felháborító, hogy ő mindent tud, sose hibázik,
mindenkit megver, de amikor helyzet van, meghunyászkodik és rendőrséggel fenyeget. Ő egyszerűen tévedhetetlen, és mégis egy nulla. Tehát mégis egy nulla. Anyjával él, teljesen ki van szolgáltatva, hát most jelen pillanatban ugye országról országra megy, ki tudja, mit csinált, ugye a pénze kér, majd mostanában most ő ürítget meg, de mindegy, nézzük tovább, és szerintem képbe lesz. Anyádat dolgozom seggbe, úgyis most veszek kotonokat, mert most keményen fogok baszni este, mert olyan lányok vannak, hogy nem igaz. De most komolyan, én szerintem Isti téged csinálnak pénzért. Szerintem te a Blacsenkónak a testvérével elmentél, tesó. Vagy én nem tudom, mi van, mert elmész egy öreghez, aztán tele vagy pénzzel, mint a déli busz. Tehát, te tesó, te nem, figyelj, most. Én szerintem ezt még le véleményeztem, aztán abba hagyom, mert nem lesz jó vége. Na hát, most Isti meg a szex, vagy a mozgáskultúra, bocsánat, a mozgáskultúra. Tehát amikor az ember azt látod, hogy ilyen mereven üt, tehát ütni se tud. Tehát mozgáskultúra nulla. Akkor gondoljátok már el, hogy az mit baszatolgatott. Nagy szenved hármat, négyet, az tizé, csumendári. Tehát még egy rendes ütemet nem tud levágni, érted? Hanem kajakra ott szenved. De nem, meg milyen lányok, vagy mennyit fizettél a lányokért, te kotonos? És van néger lány, fehér lány, vitamin persze, nem, mert ki vagyok ürülve. Az igen. Aztán, ha gondolod, anyádat is megdolgozom. Ennyit a dolgozásról. Anyádat meg... Adjan már, Isti! Kevés. Figyeljetek, mert ugye időrendi sorrendben menjünk akkor végig, mert ugye valahol, ja igen, ez még muszáj. Norbert Stú, hanyadikat mutatom neked. Hanyadik kebabot. Majonézzel. Jó kis kaját. Hanyadik kebabot mutatom neked, tehát az ember azt hiszi, mert vesz egy kebabot, ő elért valamit az életbe, gyerekek. Ez nem tudom, annyira izé szellemi esküszöm. Áha. Dobozba. Majonézzel. Itt a rengeteg hús benne, látod? Egy sült hús. Amúgy nem néz ki jól annyira. Kebab. Kebab. Az. Az, igen, kebab. Elfelejtsem a kólát. Ott van. Hát én is meg tudtam tenni, Isti. Tehát én már valamit elértem. A kóla, tudod, az kell hozzá. A kóla. Coca-Cola. De jó íze van majonézzel. Minden. Látod? Én már mutattam két kebab dönnert. Tele zöldséggel mindennel, most meg sült krumplival, kebab hús. Mik a hangot befogta, Norbert vagy Stú. Norbert Stú, aki 180 ezer kilométert ment a kocsijával, azt nem ért el vele semmit. De most segítsetek már megérteni ezt a szellemét. Tehát most ő elért valamit, hogy kunyarálásból eljutott A-ból B-be, és tudott venni két kebabot. Akkor ő most elért valamit az életbe? Mert a Norbert Stúnak háza van, meg stb. Önálló ember. Most én nem értem, hogy ez neki hogy van ez? Hogy most ő ezzel elért valamit, hogy vett két kebabot? Hát Isti, meghívlak! Hát meghívlak kebabra, bazd meg! Hát meghívlak a gecibe! Hát meghívlak, bazd meg! Hát ne ölj már meg idegileg! Hát ne ölj már meg idegileg! Hát komolyan mondom! Hát most te tényleg a kebabba jampizol? Bazd meg! Veppelek egyet, figyelj! Megöl! Na várjatok, még ezt még véleményezem, mert már... Veppelek egyet, figyeljetek! Figyeljetek! Nekem a nevem Köröskényi István, ezt mindenki tudja. Megbaszlak téged, ülve vagy állva. De most komolyan, Isti, hát nem jön egy rím! Megbaszlak téged, te kurva! Ez jött volna király, bazd meg! És tényleg! Szelim Edkának az ánusza olyan büdös, mint a trágya. De akkor megszagoltad ezt, Isti, nem? Akkor biztos beleszagoltál komolyan. Tessék, itt volt egy rap. Ez mit szólsz, Isti? Dik! Keci!
Nem hiszem el, és büszke magára! És büszke magára! Hipóter rap, ehhez mit szólsz, öcsém? Dig. Hát nem gondoltam volna. Nem, de amúgy ilyenkor esküszöm, ilyenkor még aranyos is. Tehát, hogyha csak ennyi lenne, és nem az, hogy tényleg mindenkit elküld a anyukájába, meg ő jampizik, meg ő megver mindenkit, aztán meg rendőrségre szalad, tehát vagy, igazából megfenyeget, hogy betöri a fejed, aztán meg megfenyeget azonnal egy másodperc rá, hogy elmegy a rendőrségre is. Tehát egy igazi vamzer amúgy az emberünk. Tehát jampizik, aztán elszalad a rendőrségre, még mielőtt kapna, vagy mikor kapott, tehát mindenképpen elmegy, az a lényeg a rendőrségre. Tehát na így üssé vele össze, na. De ha ezek nem lennének, és csak ennyi lenne, rendesen fajn is lehetne ez a pali. De hát így, hogy ennyire tenyérbe bászó dolgai vannak, tehát van neki, mit tudom én, 3 pont jó dolga, és 30 pont szar dolga. Tehát ez a gond az arányokkal. Hogy minden vadbarmot beengednek már ebbe a világba. Magannak mondja, ez az. Hát mi nézők is ezt látjuk, Kisti. Mi nézők is ezt látjuk, hogy hihetetlen. Hát felülmúlod a barmok barmját. Tehát te már ilyen a barmoknál ilyen gád isteni SSI 250 ezres szinten vagy, Getz. Én nem tudom, de tényleg? Ilyen, Getz, mennyit tekervény kell ehhez? Komolyan mondom, néha irigylem, mert ilyen világ, hogy ennyire jól érzi magát a saját bőrébe, tényleg irigylem. Kajakra írták páran a kommentbe, hogy irigy vagyok, az vagyok. Komolyan mondom, irigy vagyok, hogy ekkora burokba tud élni, és nem tudja magát észrevenni. Tehát olyan jó lenne úgy élni, hogy nem ismerem a saját hibáimat. Olyan jó lenne úgy élni, hogy egyszerűen azt hiszem magamról, hogy megverek mindenkit, azt hiszem magamról, hogy mindent tudok a világról, azt hiszem magamról, hogy elértem valamit az életbe, azt hiszem magamról, hogy nem az anyámmal élek, és nem vagyok szánalmas, azt hiszem magamról, hogy a tiramisú nem égő, ha azzal flexelek, mivel hogy 3000 forintból megvan egy tiramisú bármikor. Tehát olyan jó lenne így élni, ahogy te is. Ti tényleg irigy vagyok. Olyan jó lenne, hogy tényleg egy purokba élni, és nem törődni azzal, hogy egy szánalmas az életem 40 évesen. Ugye ezt most Isti helyébe mondom, hogy igazából őróla ez van. Akik nyitott szemmel látnak, azok látják, de hogy ő ebbe van, hogy tényleg azt hiszi, olyan dolgokat köpköd más, ami ő ráillik, hogy ezt nem észrevenni, erre irigy vagyok erre a képességre, komolyan mondom. Na, mit szóltok, bátya? Itt a vörösbor, és viszom a vörösbort, figyeljetek. Dancsó Péternek az ánusza. Dik, azt hiszod meg, abból a lét, vagy mi? Abból a lét, mi köcsök? Abból a lét! Na jó, srácok! Most ez így elég volt nekem Istiből tényleg. Még a víz is levert. Sziasztok! Ha kell még ilyen, szóljatok! Csumendári!